Jimmy és a Robinak a
dúlja már hosszú évek óta, és örülök, hogy meg tudtalak titeket hívni. Kicsiket mutassuk be őket. Akkor bemutatnám Kivit. Igen, mondjál. 1,75 magas. Férfi, átlagos testalkatú. Igen. Mit jelent Kivit magadról egy-két szót? Magamról egy-két szót, hát majdnem 4 kilósan születtem. Ez hazugság volt. Nem, egyébként Erdélyből származom. De kicsit korábbra kezdjed. Nem, de... Na, hát ez egy... Nem, az igazán jó. Gondoltam, hogy ezt fogod mondani. De hát, ilyen az élet. Szóval, 12 évvel ezelőtt jöttem ide Magyarországra. Tényleg, szóval, 13 éves évesnek. Hol jöttem? Erdélyből jöttem, ugye Szászvégenben laktunk előtt, tehát nem ott születem, hanem Vajda Hunyadon. És ott előtte egy a Marosvásárhelyi Művészeti Liceumban végeztem, egy szobrászat szakon. Hát nem zenésznek készültem, tehát most meg itt állok a gitárral a kezemben, vagyis hát ülök. Milyen érdekes, nem? Kicsit kapcsolatban van. Kik a kedvenceid tehát a blueson belül, meg álltak a zenei világban? Kiket hát szeretsz hallgatni, és kik adtak lökést neked a pályát? Hát elsősorban így először is a Fekete Genci adott egy ilyen impulzust a számomra. Hát vele 12 éve megismerkedtem, és akkor kezdtem el blues-t játszani az ő hatására. Aztán megismertem a blues-ok, blues királyokat, B.B. King, Eric Clapton, ezt sorolhatnám, tehát Buddy Guy, stb. Személyesen ismered őket? Igen. Rubika, neked kik azok a nagy művészek, akik adtak sokat és akiket szeretsz hallgatni valamit, akik hatása vannak a művészeted? Hát művészetem, ez van szép szó, hogy művészet, nekem van egy szín művészetem, de természetesen Török Ádám, nagyon-nagyon szeretem, ismered szerintem. Megtisztelő. Sokszor találkozom vele, tényleg abszolút például az Ádámnak a pályáját azt nyomon követem, és szeretem, amit csinál, pláne ezt a mostani triót, amit ugye jelen pillanatban a Karcsival és a Horváth Miskával együtt csinálnak, szerintem van frenetikus. Akik még magyarok közül hallgatók és hatása van, nyilván a harmonikások, tehát a Priolszki, Mantyi, Ferenc, Gyuri, Szabó Tamás, és még sorolhatnám a kiválóságokat. Én magam 11 évvel ezelőtt már, hát most már lassan meglátszik a sok-sok ránc. Igen, még 12-től, 11 évvel ezelőtt léptem először oda a Ferenc Gyurihoz, és onnantól kezdve ő tanított. Aztán amikor ez megtörtént, másfél évig körülbelül tanultam nála, és hát még mindig szerette volna az én utamat egyengetni, de nagyon sok dolgokra megtanított a Gyuri, tehát tényleg csibész lettem a Gyuri keze alatt, és aztán úgy döntöttem, kicsit lázadva, hogy akkor most egy kicsit dobbantok, és az akkori azt hittem, hogy tudásommal, közül aztán nem volt ott még semmi sem. Kiléptem magamba, kicsit éltem, utcán zenéltem, és igazából ottan voltam meg, és ott sikerült, hál' Istennek, nagyon sok helyen, Pátniban, Chelsea-ben, a Szóvéban játszani. Szóval hál' Istennek ez volt a hatalmas élményem. Aztán hazatérve nyitottam egy Jam Session-t, Debrecenben egy blues kocsmát, aztán ott rengeteg zenészt megfordult, többek között annak a miskolci megnyilvánulásában a Katú Pistit ott ismertem meg bizony. Úgyhogy ez félreérthető, amit mondta, hogy megfordult, mert azt a zenében is meg lehet.